Mai vendégem Bereményi Géza. Két apropója van ennek a beszélgetésnek, sőt három. A legfontosabb az, hogy én nagyon szeretek veled beszélgetni, és mindenképpen meghívtalak volna ide, akkor is, hogyha nem nyert volna Libri díjat a Magyar Copperfield, amihez ezúton is gratulálok, meg hogyha nem ünnepeltünk volna kerek évfordulót, vagy nem is kerek a 75, hanem olyan szép évfordulót idén. Tehát legalább három apropója van, de a legfőbb apropó mégiscsak az, hogy régen beszélgettünk. És gratulálok még egyszer a Libri díjhoz. Köszönöm. Ennek a könyvnek a kapcsán nagyon-nagyon sok mindent elmondtak már, meg írtak róla, amit én nem akarok megismételni, csak azt, amit akkor gondoltam, amikor először elolvastam ezt a könyvet, hogy a te életműved bizonyos értelemben ebben a könyvben folyik össze. Mert azokat a történeteket, amiket megismertünk dalszövegekből, novellákból, regényekből, filmekből, azok visszamenőleg egy mozaik darabkái lettek, és most itt van az a könyv, ami akár akartad, akár nem, majd erről is kérdezlek, utólag is értelmezi egy kicsit ezeket az előző műalkotásokat. Szóval vannak írók, akik mindig a saját életüket írják, és te az utóbbiak közé tartozol. Ez így van? Ez mondható rólad, hogy... Hát ez én is mostanában fedeztem fel. Mert nem volt tudatos. Egyáltalán nem volt tudatos. Jól emlékszem, az első novelláimra amik megjelentek, azokat most visszagondolva, azok is önéletrajziak voltak, csak meg kifacsartam az esemény sort, és azt gondoltam, hogy azt én kitalálom. Aztán kiderült, hogy nem. Valóban, ahol öreg asszony van, az az én nagyanyám. Csak különböző változatokban, hol sovány, hol kövér, hol ilyesmi. Hát innen nézve a svéd királynak a legtöbb novellája az ilyen. Nem mindegyik, de majdnem mindegyik. Egy kicsit én azt éreztem, és akkor itt nem a regény vagy az irodalom felől, hanem Bereményi Géza az ember felől nézve, minthogyha visszavennéd az életedet. Tehát, hogy amit odaadtál dalszövegbe, odaadtál filmbe, tulajdonképpen másoknak, azt most egyszer csak a nevedre veszed, úgy, ahogy a dalszövegek is, ahogy megjelentek Bereményi Géza versekként, versekké alakítva, ez a regény is olyan, hogy ráteszi a pecsétet az egészre, hogy ez én vagyok. Ez én érzem csak így, mert ismerlek, vagy pedig volt is egy ilyen szándék? A szándékot vitatom mindannyiszor. Nem tudtam, hanem ez egy... Ez szándéktalan törekvés volt, na így. Nem tudtam, hogy szándékos. Beszélünk majd a folytatásról is, de most egy kicsit ennél a könyvnél maradva, ugye ez 19 éves korodig tart a történet, de azért mondhatjuk azt, hogy döntő részben a gyerekkorod van benne. Egy kicsit nekem mindig Móri Zsigmond jut eszembe, aki amikor megírta az életrajzát, az életrajzi regényét, akkor csak a gyerekkorát írta meg, és azt mondta, amikor megkérdezték, hogy ezt miért fejezte be ott, ahol, hogy mert több történt velem gyerekkoromban, mint azóta 50 év alatt. Hogy nálad is ez van, ez az a legmeghatározóbb korszak, ami után tulajdonképpen minden már csak utóirat, vagy egyszerűen így adta ki, és itt kellett egy pontot tenni annak a regénynek a végére? Egyszer egy nagyon idős, aggasztján orvosprofesszor, kitűnő professzor mondta nekem, visszagondolva az életére, hogy a amint az ember belép a munkahelyére első munkanap, és beesteledik, kilép a munkából, akkor kiderül, hogy már nyugdíjba lép ki, olyan gyorsan telik a munkával eltöltött idő, így úgy is mondhatom, hogy a társadalomban eltöltött idő, igen, munkában eltöltött idő munkahelyen. És a egyik operációtól a másikig tartott az élet ennek az orvos professzornak, aztán hazament és kipihente azt, és így folytatta. És nem emlékszik arra. De a gyerekkor, mondta ugyanaz a professzor, a kisgyerekkor, a gyerekkor, az ifjúkor, az hosszú. És azt ezek szerint meg is lehet írni, arra vissza lehet gondolni, arra emlékszik az ember, az előjön.
És azzal fejezte be ezt az oktatásomat, hogy ha elérkezik a nyugdíj ideje, akkor az öregkor megint hosszú lesz, mondtam ezt így merengve. És hosszú? Hát nem, de én mert nem érkezett el. Igen. Azért az nem magától értetődő, hogy az ember első emléke az olyan korai, mint a tiéd. Egy tisztába tevési jelenettel indul a könyv. Ez mindig megvolt, vagy az írás hozta elő? Írás hozta elő. Nem, hát akkor most mit hozott elő az írás? Hadd mondjam, hogy magát a témát is, hogy írjam meg az életemet, a 19-20 éves koromig, az hozta elő, hogy élesen fölbukkant egyszer csak az a nyári élményem, ami 17 éves koromban történt a Balatonnál, amikor én először voltam a Balatonnál, és a rendőrség bevitt, és kézről kézre adtak, mert egy ilyen fiatal csavargok elleni kampány volt éppen a rendőrségnek azon a nyáron, és azt sikerült percről percre megírnom, és szereplőről szereplőre kézről kézre adtak, és jó kis társadalmi kép lett belőle, és akkor egyszer csak véget ért az. És akkor megírtam. És akkor rájöttem, hogy ez egy fejezet lehetne akkor az életrajz, önéletrajzomból. Akkor kezdjük el előről, méghozzá úgy, hogy mindenkinek a nevét őrizzem meg, és mondjam ki, hisz már a életem szereplői nagyrészt meghaltak. És először az jutott eszembe, hogy mi az első emlékképem, hogy a nagymamám bilire szoktatás közben fakanállal verte lágyan természetesen a fenekemet, a mesztelen fenekemet, mert nem, nagyon nehéz volt bilire szoktatni engem. És akkor ezzel kezdtem, de ez előhívott, tehát ezek szerint az egyik emlékkép előhívhat másikat, előhívott egy olyat, hogy ugyanez a szereplője életemnek az első emlékképem az ő arca volt, méghozzá az első emberi arc, aki így odahajolt. De az, hogy az első emberi arc, azt már később fogalmaztam meg így felnőtt fejjel, fogalmazási kényszer alatt, hanem nem tudtam mi az, ki az, csak annyit tudtam, éreztem, hogy egy rajtam kívül egy másik lény. Tehát megláttam először egy más valakit. És akkor ezt a képet sikerült meg, hát nem szeretnék minden részletet elmondani, de olyan volt egy ijesztő pillanat is ebben, a kép kaparásban, így kapartam ezt a képet, hogy előjöjjön, hogy nem csak, hogy ezt az arcot láttam, hanem egyszer csak láttam mind a kettőnket kívülről. Tehát egy fölém hajló nőt láttam, aki egy asztalon tart egy csecsemőt, aki én voltam, tehát kívülről láttam ezt a képet, úgy látszik, lehet így is emlékezni. Én például nem tudom eldönteni, hogy a nagyanyám arcára emlékszem, vagy a fényképekre, amiket láttam róla, de hogy abban a fiatalkori állapotában én vele sose találkoztam. De ha megírnád ezt, akkor írás közben eldöntenéd. Igen, valószínű. Lehet, hogy az írás is előhozza, vagy pedig az írás kényszer. Hagy olvassak föl az emlékezésre vonatkozó két mondatot, csak a könyvből többet nem fogok. Most, hogy ez az emlékírás foglalkoztat napra nap, és az életem a téma, vele fekszem és ébredek az elmúltakban kutakodva, nem tudom elkerülni a harmadik találkozást apukával. Könnyeműen vágtam bele, azt hittem már nem lesz fájdalmas. De hát úgy tűnik, hogy fájdalmas lett. Vagy nem? Hát érzésekről nem lehet olyan tisztán beszélni, mint emlékképekről. Fájdalmas, nem fájdalmas, nem tudom. Nem is határoztam el, hogy megfejtem az érzéseket, mert az érzéseket nem lehet megfejteni, hanem egyrészt maguktól tolulnak, másrészt pedig értékelni sem érdemes. Érzést, azt hiszem, érzést keveset írtam. Van egy, nem tudom, hogy érzése, de ez egy definíciós kérdés, de van egy dolog, ami nagyon erősen végigkíséri ezt a regényt, ez pedig a megbocsátásnak a kérdése. Hogy azzal az apa figurával, ami szerepel ebben a regényben, azzal te
megbékéltél-e, megbocsátottál-e neki, vagy elfogadtad, hogy nem kell megbocsátani? Elhatároztam, hogy megbocsátok, de a sorrendet sem tudom. Először talán elhatároztam, hogy megbocsátok, utána rájöttem, hogy nem sikerült. Írás közben újabb és újabb érzéseket keltett fel bennem az írás, a megírás. És aztán azt, hogy befejeztem az ő könyvbeli szereplését, és tulajdonképpen az életemben is megszűnt a szerepe, az végképp eltemettem. Tehát nem úgy, hogy megfeledkeztem róla, hanem már tulajdonképpen úgy bocsátottam meg, hogy nem foglalkoztam vele többé. Tehát, hogy már nincs vele feladatod? Nincs vele feladatom. Maga a cím az akkor jött, amikor ezt végig gondoltad, hogy ez egy nagyon is Dickensi helyzet volt a te gyerekkorod, vagy pedig az határozta meg aztán később, hogy mit gondoljál róla? Ugye? Nem, amikor a könyv írásában eljutottam addig az olvasmányig. Tehát eljutottam a Copperfield Dávid című Dickens regény rám tett hatása. Nagyon-nagyon korán tanultam, sajátítottam el az olvasást, és nagyon sok felnőtt könyvet olvastam már egészen kiskoromban, még iskola előtt. Úgyhogy az első elmében probléma volt velem, hogy nem tudtam szótagolva olvasni, és valahogy nem ment a szótagolva olvasás, és behívatták a szüleimet. amikor eljutottam a Copperfield Dávidig, mert tudtam, hogy el kell jutnom hozzá, és meghatározó olvasmány élményem volt, méghozzá, mint kiderült, Ottlik Géza fordításában olvastam, és Ottlik Géza átiratában. Tehát a magyar ifjúság számára átdolgozta Ottlik Géza, aki ráadásul az egyik legkedveltebb íróm, hát mint sokaknak, hát az egyik legnagyobb magyar író. És az ő átdolgozásában olvastam el a Copperfield Dávidot, és ráismertem a saját sorsvonalamra. Tehát a Copperfield, ami nagyon egyszerű volt, miként Copperfield Dávidé is, nem ismerte a vérszerinti apját, az édesapját, mostohapát kapott, egy gyanútlan és tanácstalan édesanya választott egy mostohapát, és aki mellett keserves mostohagyerek sorsa volt, majd ebből elszökött, elment, és onnan kezdődött a felnőtt élete, de Dickens is már nagyon rövidre fogja ennek az életrajznak a végét, és kinyomoztam azóta, mindegy, de azóta, hogy ő hogy dolgozott ezzel, mert a saját maga volt, felében, harmadában ez a főszereplő, de egy mellékszereplőben írta meg a saját édesapját, aki folyton az adósok börtönében ült. Aztán Mikóber úrnak, vagy hogy hívták ezt a szereplőt, és egyszer csak rájöttem, hogy megváltoztatott néven az idősebb Dickens írta meg, mint valami távoli ismerőst. Ez is tanácsot adott különben nekem. Ebben a műsorban az is az egyik célunk, hogy beszélgessünk meghatározó olvasmány élményekről. Ugye ebben a könyvben nyilvánvalóan reményes módon benne van a Copperfield Dávid, meg az is, hogy te egy olvasó gyerek voltál. Van még ehhez fogható, meghatározó gyerekkori olvasmányélményed, ami ugyanilyen jelentős? Van. És az micsoda? Az például a Coopernek a vadülője. Az nekem is. Részkarcokkal, nem tudom, hogy melyik példány került a kezedbe. A Cooper vadülője hogy az amerikai, korai amerikai történelem mennyire gyermeki. De az is kiderül ebből a könyvből, mert életveszélyes helyzetek vannak abban a könyvben, de ugyanakkor akkora szabadság van benne, és olyan ősképek, hogy egy beolajozott testű indiánnal birkózik, például vadölő, vagy ott egy tó közepén lévő kastélyban. A cölöperőd, vagy cölöpkastély. Cölöpkastélyban, és birkóznak, és az indián sikos test állandóan kicsúszik a bivajerős fehér ember
karjából, ez még álmomban is visszatért. Nagyon érdekes, hogy erre nem gondoltam azóta, amióta olvastam, de most így előhívtad ezt. Igen, ezt tényleg. De miért? Valószínűleg őskép. Szóval léteznek ősképek, amikkel bánni tud az irodalomnak. És érdemes bánnia. Tehát mikor így emlékezni próbálunk saját, akkor ilyen ősképeket találunk meg. Tehát észrevettem még írás közben, hogyha még ezt erről beszélhetek, hogy nem mentem vissza régi helyekre, nem kutattam, nem olvastam utána semmit, hanem csak meditáltam, és vártam a következő részét az életemnek. És az felbukkant, és így a folytatás, és hogy abból a sok esemény közül mit emeljek ki, mi maradt emlékezetes, mit tudnék megírni. És rájöttem, hogy a jelenetek minőségét megszabja az, hogy mennyire emlékszem rájuk. Tehát nem véletlenül emlékszünk nagyon valamire, az jelentős. És volt olyan, amire nagyon emlékeztem, de vajon miért emlékeztem nagyon, és azt kezdtem kutatni, és rájöttem, meg tudtam írni. Szóval rájöttem azt, hogy úgy temetjük el ezeket az emlékeinket, hogy nem ismerjük a jelentőségüket. De írás közben, amikor előszedjük őket, akkor egyszer, vagy tudatos visszaemlékezéskor, akkor megismerjük a saját történetünket. Ez akkor írói módszerben is más volt, mint a korábbiak, mert egy főleg mondjuk történelmi tárgyú írásaidban ott van, látszik, hogy nagyon utána mentél dolgoknak. Hogyne. Igen ám, de például Széchenyiről írtam egyszer egy forgatókönyvet. És Széchenyi naplójából írtam meg. És Széchenyi naplójában úgy tallóztam, úgy válogattam ki a megfelelő jeleneteket, hogy mi lehet az a legemlékezetesebb a filmben. Mi leginkább filmre való, képre fordítható. És akkor már akkor így válogattam ki. Mert ez egy hatalmas vastag könyv. Még szenvedélyes naplóíró volt, hála Isten. Szóval a legnagyobb gyönyörűségemre. Visszatérve az olvasmányokra egy kicsit, te mindig a korosztályodnak megfelelő könyveket olvastál, vagy fölélődte? Tehát, hogy én például olyan voltam, hogy mindig megpróbáltam olyat olvasni, amire azt mondták, hogy még nem nekem való. Ja, természetesen én is. Én is, nem nekem való. De nem nekem való könyvek vettek körül. Hát én egy telekitéri szobakonyhában nevelkedtem, voltam kisgyerek, és ott olvastam, és ott felnőtt könyvek voltak, amiket a piacon vásároltak könyvárus. Tönkrement családok könyvvárosaitól. És hát ott Kosáriné Réz Lolától kezdve a 30-as évek kedvenc könyvei voltak ott. És mondjuk a gyerekkor utáni életszakaszodban, mondjuk kamaszként, középiskolásként volt ilyen meghatározó könyvélményed, mint gyerekkorodban? Volt. Ott továbbra is antikváriumból kerültek kezembe a könyvek. Tehát én antikváriumokat bújtam akkor is, a kötelező, iskolai kötelező olvasmányok, minden olyan az olvashatatlanok voltak. Megállapítottam. Abból állapítottam meg a korabeli közgondolkodás minőségét. És felnőtt korodban mi az, ami mondjuk a legmeghatározóbb, vagy azok közé tartozik könyvélmény? A legmeghatározóbb az a könyvek, azok, amik a magyar irodalomban van egy bújtatott mélyáram. Nagyon jellemzően, különösen a próza irodalomról beszélve most. Vannak olyan írók, akik csodálatos színvonalon írtak meg egy könyvet körülbelül, és azóta el is felejtették őket, de mint egy titkos szekta tagjai fölismerik egymást az olvasók, akik ezeket olvasták és megemlítik. És én állítom, hogy az a magyar prózairodalom múlt század második felének a legkitűnőbb könyvei. Hát az ott Liggéza iskola határa sokáig lappangott. De hát
ki ismeri Rubin Szilárd Csirkejáték című könyvét? A magyar irodalom egyik legragyogóbb égkövete, olvastad? Igen, de valóban így van, hogy keveset beszélnek róla is. Persze, keveset beszélnek róla, de az maradványa a régi mentalitásnak az, hogy keveset beszélnek róla. Szóval nem is tudom, egyszer ki kéne adni egy ilyen sorozatot, hogy a magyar a 20. századi magyar prózai irodalom legkitűnőbb könyvei. Így. Valaki ezt vállalná, és akkor ott ezt már a 19. század végétől el lehetne kezdeni. Nem véletlen, hogy ködlovagok voltak a 19. század végi legkitűnőbb magyar írók, akikről szinte nem is tudok. Ki az a Gosdú Elek? Igen, ez kétségtelen, és föl lehet fogni valóban egy ilyen mély áramnak, ami azért érdekes, mert ugye megint egy életrajzi regényen dolgozol ennek a folytatásán, hogy egy kicsit igen, másmilyen is lesz, és ahogy erről a ködlovag dologról beszélsz, az olyan, mint a te magadat is közéjük sorolnád. Hát igen, sőt, az egyetemi mestereim, mert nekem az egyetemen támadtak mestereim, tehát beiratkoztam első éves koromba, és ott találkoztam 3-4 olyan emberrel, akiknek hatására kezdtem el írni, és akik szerintem a legjobb korszak, legjobb magyar írói voltak, és a legérdekesebb az, hogy a sorsuk is ködlovag sors lett. Egyikük külföldön halt meg, a halála előtt 50 éves korában adta ki a novellás kötetét, amit visszavett még diszidálása idején az egyetem utáni első évében. A nevét is mondjuk el azért. Ajtony Árpádnak hívták. Úgy bologatsz, mint egy ismerője. Hát azért vagyok, nem vagyok ismerője, de tőled már hallottam róla, és kíváncsivá tettél. Ja, igen. Meg lehet kapni a könyvét, az a címe, hogy a Birodalom Elvesztése, az a címe, de szívesen kölcsönadom neked, van egy példányom. 55 éves korában jelent meg, és nem sokkal utána meghalt. Kiadta a régi novelleit, szinte más nem is írt. Azt hiszem tanulmányokat írt még Párizsban. Aztán Bódi Gábor prózaírói korában ismertem meg, 19 éves korunkban ismerkedtünk össze, és akkor ő mutatta meg az írásait, és azt mondta, te egész biztosan írsz, és az ő hatására kezdtem el írni, mert azt hazudtam neki, hogy igen, persze, hogy írok, de majd megmutatom meg így, és akkor megmutattam neki. Ő elvitt egy társaságba, ahol ködlovagok gyűltek össze. Egy Györfi Miklós nevű fogorvos Bródi Sándor utcai lakásán volt egy ilyen könyvszalon, minden szombaton 5 órakor gyűltek össze ezek a ködlovagok, akik elhatározták, hogy nem adják ki nyomtatásba a műveiket. Én az ő hatásuk alatt álltam, és utána árulónak éreztem magam, amikor rábeszéltek arra, hogy adjak ki egy novellás kötetet. És hát az a novellás kötet az végül is elindított egy teljesen új irodalmi korszakot bizonyos értelemben Magyarországon, ha nem is feltétlenül úgy, hogy téged követtek, egy sorozat volt, engem egy sorozat. Meg, hogy fiatal ember is lehet író, nem kell hozzá meghalni, meg ilyesmi. Ez abban az időszakban nagyon sokan mondták nekem, hogy... A magyar író 40 éves volt, az Írószövetség kis titkára, Csurka István volt akkor. És akkor indítottak fiatal írókat, kutattak őket utánuk, mert a fiatal írók azok nem akarták magukat kiadni. Nekem Eszterházi Péter mondta, hogy ez egy felszabadító erő volt, amikor a svéd király megjelent, hogy mégiscsak lehet. Igen. Én voltam így az első, de utána annak a könyvnek a hatása el is vette a kedvem az írástól. Igen, hogy neked mindig van egy ilyen távolságtartásod. Ehhez képest most egy nagyon nagy sikerű könyvet írtál, és dolgozol a folytatáson. Azzal hogy állsz, hol tartasz? Hát nagyon sokat tanultam a magyar Copperfield megírásából, és ugyanúgy kezdtem el ezt is, tehát az volt, hogy kiválasztottam először a szereplőket az akkori életem, az egyetemi éveimnek a szereplői közül, fontossági sorrendet állítottam föl közöttük, és ezzel én már megvagyok, megvannak a szereplőm, most velük vívódok, mert nekik utánuk kell néznem.
mert akkor én nem törődtem velük, mert összebarátkoztam velük, tiszteltem őket, majd összekülönböztünk, majd szerelmi tragédiák következtek, majd szóval mindenféle dolog történt, és ebben szeretnék rendet teremteni. Ez majdhogy nem nehezebb, mint a mostohapámmal való viszonyom a megállapítása. De biztos vagyok benne, hogy meg fog történni, és már nagyon várjuk azt a könyvet is, és aki pedig nem bírja azt megvárni, az olvassa például a legutóbb megjelent novellás kötetedet, ami szinte a teljes novella életművedet. Igen, azóta is élek címmel. Tartalmazza, úgyhogy bőven lehet Bereményi Gézát olvasni addig is, míg meg nem jelenik az új könyv. Köszönöm szépen, Géza, hogy eljöttél és beszélgettünk. Én is a kérdéseket. Jippity-bop-wop, 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 jippity